Jó estét kívánok! Október 9-én önök a Tatai Televízió műsorát látják. A 482-523-as telefonszámon érnek el bennünket, amennyiben kérdésük, véleményük van az adásban látottakkal, hallottakkal kapcsolatban. A hagyományokhoz híven elsőként a Tatai Televízióval kezdünk majd, amelyben természetesen beszámolunk az október 6-i megemlékezésről. Ezen túl az Idegenforgalmi Bizottság üléséről is hoztunk tudósítást, és többek között arról is tudósítunk, hogy mikovényi emléknapot terveznek a városban, mindezt tehát többek között, bővebben majd a Tatai Híradóban. Ezek után a Tatai Televízió ajánló műsora következik, számos programot ajánlunk önöknek erre a hétre. Utána tematikus magazinjaink miatt érdemes velünk tartani. Elsőként a Helyi Érték magazinban a Kunidomokos Múzeum új állandó kiállításával, az Eszterházy családra emlékező kiállítással ismerkedhetnek meg. Dr. Fülöp Éva múzeumigazgató lesz segítségünkre a kalauzolásban. A Paragrafus című magazinban felderített és felderítetlen bűnügyek tárulnak majd önök elé, illetve a közbiztonságról is szó lesz. Ezek után Portré című tematikus magazinunk következik majd, amelyben Soltész István tanárúrral beszélgetünk. A műsorunk végén új évadra készül a Népfőiskolai Társaság, ennek kapcsán a Népfőiskolai Társaság titkárával, Keresztesi Józseffel, illetve dr. Kemecsi Lajossal beszélgetünk majd arról, miért érdemes beiratkozni erre a főiskolára. Elsőként tehát következzék a Tatai Híradó. A méltatlanul halálra ítélt 13 maradék értelmére emlékeztünk a múlt héten. A megemlékezésen Bányi István elmondta, hogy nem csak aradi vértanúinkra, de a 2000 éves magyar történelem összes mártírjára emlékeznünk kell, akik kiállásukkal, elfűségükkel a mai napig segítenek minket abban, hogy eligazodjunk a mai világ összetett viszonyai között. Az aradi vértanúk mindvégig elfűen tartották magukat azokhoz a gondolatokhoz és eszmékhez, melyek mentén elindultak. Sajnos manapság, mintha kezdenénk elfelejteni ezeket a hősöket, a mártírjainkat. Már elfelejtettük azt, hogy értünk harcoltak, hogy a hazáért szó nélkül adták életüket. Vajon mi megtennénk ugyanezt? Vajon mi mit áldozunk a hazánkért? 13-an adták aznap az életüket. 9-et kötél által végeztek ki, a többiek hajnaluk kegyelmének köszönhetően golyó által vesztették életüket. Értük, hozzájuk szólt Íj és Gyula verse Petőházy Margit előadásában. Vértanúink, a föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emléksz békeleng, a búzsdítókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert kél a nap, mely minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérbe esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Ismét Tatán ülésezett a Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság. Az ülésen 7 napi rendi pontot tárgyaltak meg. Első pontban a 2000. évi turizmusfejlesztési pályázatok eredményeit összegezték. A pályázatok különböző témákban érkeztek be. A bizottság a 130 benyújtott támogatási igény közül 55-öt fogadott el, és ezeket 69 millió forinttal támogatta. A bizottság ülésén felvázolták a Közép-Dunántúli régió idegenforgalmi jövőképét, elhangoztak a fejlesztési projekt elképzelései, és megvitatták a közeljövőben elvégzendő feladatokat. Kaptunk egy megbízást a Magyar Turizmus RT-től, hogy a Közép-Dunántúli régió turizmusfejlesztési koncepciójával és stratégiájával foglalkozzunk, és ez egy hosszabb munka, aminek az egyik fázisa ez a mai nap, amikor egy kis műhely munka keretében egy közös jövőképet szeretnénk az egész régió számára meghatározni. Most ez a közös jövőkép, ez nem csak a három alkotó megye jövőképe, hanem magának a régiónak egy olyan összefüggő és egymáshoz illeszkedő stratégiája, ami a régióról szól. Most ez a régió, ez egy elég nagy régió. Itt ugye a három megyében összesen körülbelül 1 millió ember van, és ennek a régiónak a területe ez körülbelül akkora, mint Ciprus területe. Tehát ez egy jelentős terület.
és most dolgozunk azon a programon, hogy ennek a jelentős területnek a különböző idegenforgalmi elemeit egymáshoz illesszük. Előre azt természetesen lehet látni, hogy Tata, ugyanúgy, ahogy Velence, két kiemelt terület ennek a régiónak. Ugye Tatán ki kell ugye emelni a nagyon jó megközelítést, az aktív turizmushoz kapcsolódó golfpályának a meglétét, és magának a hangulatát ennek a városnak, ami továbbfejleszthető. Emléknapot tervez a Tatai Kistérség Területfejlesztési Társulás tanácsa Mikovényi Sámuel tiszteletére november 21-én. Az előkészítő munka megbeszélésen napirendi pont előadója Szentesi Lászlóné, a Magyari Zoltán Művelődési Központ igazgatója volt. Mikovényi Sámuel 300 éve született és 250 éve halt meg. Mikovényi volt az, aki Tatának a jelenlegi képének a kialakítását lehetővé tette azzal, hogy az eszterháziak megbízásából lecsapolta a mocsarakat, és ezzel lehetővé vált az, hogy Fenner Jakab majd megépítse azokat az objektumokat, amiket ő megépített. Tehát nagyon jelentős az a munka, amit Mikovényi végzett Tatáért és a kistérségért, a környékért. Mi úgy gondoltuk, hogy a két jeles jubileum mindenképpen indokoltá teszi, hogy hangsúlyosan emlékezzünk ma erre a kiváló polihisztorra, tudósra, aki a magyar műszaki felsőoktatás megteremtője is volt. Mennyire lesz a program populáris vagy szakmai? Populáris lesz, tudományos emlékülés lesz ugyan, de nem csak azok a tudósok kell, hogy eljöjjenek, vagy szakmai érdeklődők, hanem mi szeretettel várunk minden olyan tatai és kistérségi vagy környékbeli érdeklődőt, aki fontosnak gondolja, hogy a helytörténetben otthon legyen, vagy egy nagy magyar tudós emlékét megőrizze. Szonáta Hangversenyben invitálta a komoly zenekedvelőit a Tatai Koncertó Zeneiskola. Milyen apropóból rendezték meg a hangversenyt? Számomra is teljesen hihetetlen, hogy az 5. tanévét kezdi meg idén a Koncertó Zeneiskola, illetve szeptemberben már meg is kezdte. És hát örömmel számolhatok be róla, hogy a jubileum kapcsán sikerült egy nagyon szép programot összeállítanunk, amit meg is jelentettünk egy ilyen kis jubileum 5 éves füzetecskében, minden növendékünk és szüleik számára hozzáférhetővé téve a teljes program ajánlatot. Ennek a nyitó koncertjére kerül most sor a mai napon, amikor is két budapesti művészt hívtunk meg, és a Zenebarátkör koncertsorozatának az első epizódjában ők fognak majd muzsikálni a tatai zenebarát közönség számára. Mit kell tudnunk a két zenészről? Egyikőjük Hargitai Imre, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanszakvezető zongoratanára, a másik pedig Keszthelyi Tamás, hegedűművész, aki szintén Pesten tanít. Mit fogunk ma hallani? Hát nagyon szép programot állítottak össze, Bartók Prokofjev művek szerepelnek a koncert első részében, illetve Schubert és Beethoven szonátákat hallhatunk majd a második részben. De ezt a koncertsorozatot a következő hónapokban folytatja még nagyon sok fantasztikus muzsikus. Talán a legkiemelkedőbb Ránki Dezső szóló estje lesz szintén ezen a színpadon majd az ünnepi zenei hetek keretében, ami tulajdonképpen a kiemelt rendezvénye lesz a Koncertó Zeneiskola jubileum évének. Milyen a fiatalok körében az érdeklődés a komoly zenei hangversenyek iránt? Remélem, hogy jó tapasztalatokat fogunk most itt az évadnyitásnál látni. Bocsáskák, cincérek, lepkék és a legkülönbözőbb rovarok lepték el egy pár napra a művelődési házat. Természetesen nem egy újabb természeti katasztrófáról volt szó, hanem egy csodálatosan összegyűjtött rovar kiállításról. Hogyan kezdett el rovarokat gyűjteni? 1960-ban édesapám kezdte gyűjteni a rovarokat, 40 éve, és szegény most 3 éve meghalt. Én, mint gyermekkel folytatom tovább ezt a gyűjtést. Országban a legnagyobb gyűjteményünk van, illetve hát tulajdonképpen mondhatom is, bár van még rajtunk kívül még nagyon sok gyűjtő, akinek tulajdonképpen nem ez a nagy gyűjtemény van, hanem különböző rovarokat gyűjt, például bogarakat, vagy cincéreket, vagy különböző bagolylepkéket, de hogy minden gyűjt, én mondhatom talán bátran, hogy nekünk van a legnagyobb ilyen gyűjteménye.
Mit szeret legjobban gyűjteni? A trópusi lepkéket, tulajdonképpen a színei, a formátumok, tulajdonképpen ezek fognak meg a legjobban. A legszebb lepkéink, ami számomra a legkedvesebbek, ezek a dél-amerikai lepkék, ezek a nagy kék morfó lepkék. Van még olyan lepke, ami nem tartozik az önök gyűjteményében? Hát őszintén megmondva nem tudok róla. Szinte a világról, minden tájékról van lepke. Rovar, illetve bogár között biztos, hogy van olyan, ami nekem nincs meg, mert kimondottan inkább a lepkéket gyűjtjük. A 29. Komárom-Esztergom megyei könyvtári napok rendezvényeinek egyik helyszíne a Városi Könyvtár volt, ahol Krasznahorkai László, József Attila és Márai Sándor díjas íróval ismerkedhettek meg az érdeklődők. Kritikusai metafizikus prózaírónak nevezik. Ő azonban azt mondja, hogy csak egyetlen kép után nyomoz, amelyről nem tudja, hogy látta-e valaha, vagy csak egy fájó hiányérzet. A remény, ami hajtja, hogy ami ennyire hiányzik, annak léteznie kell. Néha szépségként definiálja, ezt keresi utazásaiban, regényeiben. Születés és halál, meg ami közötte van, az élet és az élet értelme, ez művei témája. Keresi a választ, ami soha nem pozitív. Keresi az egyensúlyt, hogy a dolgokról, a világról igazságosabb képet tudjon rajzolni. Nem ítélkezik, csak ábrázol. Az általa ábrázolt emberek is ezt a kettősséget mutatják. A mulandóság, a piszok mellett az égi magasságokhoz is kapcsolódnak, ha máskor nem is, a halál közelségének pillanatában biztosan. Kafka és Li Tai-po Európa és Ázsia hatása is megfigyelhető műveiben. A kafkai nyomasztó atmoszféra, a titokzatosság és az elidegenedettség, és a keleti lélek nyugalma, az emberi és isteni összhangja. A keleti ember természethez való viszonya vezeti őt arra a felismerésre, hogy az egyetlen valóság a természet, és semmi sincs rajta kívül. A metafizikai tartományokat nem a természeten túl kell keresni, hanem benne. Első könyvével, a Sátántangóval szinte berobbant 1985-ben az irodalmi életbe. A többi regénye, az Ellenállás melankóliája, az Urgai fogoly és Tézeusz általános. Az utóbbi kettő már egyre kevésbé történetmondó, inkább talányos, rejtélyes mű. Sporttal az egészségért címmel rendeztek jótékonysági gálaműsort a Fazekas és a Vasari János Általános Iskola javára. A két iskolára igazán ráfér a jószándékú támogatás, hiszen a befolyt összegből mindkét iskola a sportszereit, illetve sportpályáit szeretné fejleszteni. A gálaműsoron szép számmal jelentek meg a segíteni vágyók. A támogatásért cserébe a két iskola egy nagyon színes programcsokrot nyújtott át a nézőknek. Már a gála előtt ingyenes kozmetikai bemutatóval, filmbemutatókkal, különböző játékokkal várták az érdeklődőket. A Fülöp Zsolt által szervezett jótékonysági gálát Hetényi Tamás polgármester nyitotta meg, majd elkezdődött az igazi program. A műsort a Tatai Drazsé tánccsoport nyitotta meg, kellemes hangulatot keltve táncbemutatójukkal. Nagyszabású divatbemutatót tartott Dr. Sütő Enikő Manöken modell stúdiója. A kifutón a tatai divat üzletek kínálatát mutatták be, fergeteges sikert aratva a gyerekek körében. Ha lehet a hangulatot fokozni, akkor azt a tatabányai AXY Fitness stúdió tette meg sporttánc bemutatójával. A kicsik és a nagyok fitness bemutatóját folyamatos taps kísérte. A gálaműsor nagyon jó hangulatban telt el, köszönhetően a színes programoknak és a jó szervezésnek. Talán sikerült egy kicsit a szülők és az érdeklődők figyelmét az iskolák felé fordítani, és gyermekeik sportolásának támogatására ösztönözni. Remélhetőleg a kezdeményezésnek még lesz folytatása. Még időben döntöttek a szakemberek a tatabányai regionális szennyvíztisztító telep finanszírozásáról, hangzott el a létesítmény avatásán. Napjainkban éppen az egészséges ivóvíz biztosítása követeli meg a szennyvízhálózat kiépítését, hiszen a csatornázatlan területek talajában felhalmozódó szennyvíz sok helyen már felszín alatti ivóvíz készleteinket is veszélyezteti. A biológiai tisztítórendszerrel működő telep naponta 24 000 köbméternyi szennyvizet képes megtisztítani.
A Komárom-Esztergomi megyeszékhelyet és a négy szomszéd települést kiszolgáló telep jelenleg alig több mint 50%-os kapacitással működik, így a jövőben lehetőség lesz újabb lakókörzetek bevonására is. Ebben a szűk régióban a csatornázottság jónak mondható 88%-os. A csaknem 1 milliárd forintos beruházással üzembe állított mű munkája egyben a Tatai medence vízminőség javulását is jelenti. A beruházás szükségessége már a 80-as években napirendre került, azonban az évtized végén beköszönő gazdasági recesszió a hat megyében szolgáltató Édásztól nem indokolta annak megvalósítását. Tatabány és környékén napjainkra gyökeres gazdasági szerkezet átalakítás ment végbe, s a városba települő ipar megkövetelte a második villamos energia betáplálását garantáló állomás kiépítését, amely a Tatabánya Galla nevet viseli. A beruházás értéke 1,5 milliárd forint. Üzembehelyezése nyomán minimálisra csökken annak esélye, hogy a város bármikor is ellátás nélkül maradjon. A megvalósított fejlesztés nem csak az áramkimaradások lehetőségét minimalizálja, hanem ezzel együtt a frekvencia ingadozást is kiküszöböli, mely egyaránt növeli a háztartási berendezések élettartamát, és szolgálja a városba betelepített csúcstechnológia működési feltételeinek jobbítását. A gazdasági élet szereplői közül kiemelten nagy figyelmet fordít a Konzumbank a kis- és középvállalkozásokra. Kunertné Varga Verával, a győri régió vezetőjével beszélgetünk. A közelmúltban vezette be a bank a Kontakt gyors hitelt, amely már nevében is hordozza a hitelkonstrukció lényegét. Igen, ez valóban egy új hitelkonstrukció, aminek az a lényege, hogy a bank, az ügyfele és a könyvelőiroda közös kapcsolatára épül. Azoknak a vállalkozóknak ajánljuk, akik valamely könyvelőirodával, PC alapú számviteli rendszerrel dolgoztatnak. A benyújtott adatok alapján a bank leminősíti a vállalkozást, és részére egy hitelkeretet biztosít. Ez a hitelkeret maximum 30 millió forint összegű, egy éves futamidejű folyószámlahitel, amihez a hitelgarancia RT kezességvállalása is kapcsolódik. A Kontakt gyors hitel tehát nem szokványos konstrukció a hitelpiacon? Nem, valóban nem. Miután ezzel a hitelkonstrukcióval előre tudunk egy biztonságot nyújtó hitelkeretet felajánlani az ügyfelünknek, és ezután ő szabadon döntheti el, hogy mikor, milyen mértékben vesz igénybe ezt a hitelkeretet. Azok a vállalkozások is hozzájuthatnak a Konzumbank Kontakt gyors hiteléhez, amelyek saját maguk számára könyvelnek? Természetesen nekik is rendelkezésükre állunk, azonban ezekben az esetekben a könyvelési adatokat audithoz költjük. Ez alól is kivételt képeznek azok a vállalkozások, amik a Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány, az IPOSZ vagy a KISOSZ közvetítésével jutnak el a Konzumbankhoz. Milyen tapasztalataik vannak a hitel lehetőség bevezetése óta? Az érdeklődés nagy, ami köszönhető a kedvező feltételeknek, a felhasználhatóság szabad mozgás terének. Reméljük, hogy a hitelpiacon újdonságként ható kontaktgyors hitellel minél több vállalkozás sikeréhez, eredményességéhez járulhat hozzá a Konzumbank. Még mielőtt programokat ajánlanék önöknek erre a hétre, szeretném felolvasni Pecke Ferenc, a Tatai Televízió Közalapítvány kuratóriumi elnökének tájékoztatóját. A Tatai Televízió Közalapítvány értesíti a tisztelt nézőket, hogy a városi kábelrendszer meghibásodásaival kapcsolatos észrevételeiket a Vilka felé tegyék meg. A Tatai Televízió ugyanolyan adó, mint a rendszeren található bármelyik állomás. Semmilyen jogkörrel nem rendelkezik a kábelrendszer felett, így a felmerülő problémákat sem tudja megoldani. Kérjük, hívják a Vilka Kft-t, amely a rendszert üzemelteti, amely a rendszert karban tartja. Ezek után pedig következzenek a meghívók. Egy közéleti meghívót szeretnék átnyújtani önöknek, amelyet Hetényi Tamás polgármester juttatott el hozzánk, és amely az 5-ös számú választókörzet, önkormányzati választókerület polgáraihoz szól.
Hetényi Tamás polgármester értesíti az ötös számú önkormányzati választókerület polgárait, az ötös számú választókerület egyébként a Bartók Béla utca, az Ady Endre utca, a Tópart utca, a Malom utca, a Sport utca, a Damjanics utca, az Egység utca által határolt terület, hogy október 11-én 17 órakor itt a Vaszari János általános iskolában mini közmeghallgatást tartanak, amelyre tisztelettel várják az érdeklődőket. Tehát még egyszer a helyszín, Vaszari János általános iskola, a téma mini közmeghallgatás, az időpont pedig október 11-e 17 óra. A mai adásban még beszélünk a Névfőiskolai Társaság új tanévéről, a Magyari Zoltán Névfőiskolai Társaság új tanévéről, amelynek ünnepélyes megnyitója október 10-én lesz, délután 16 órakor a Vár lovaktermében, és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára Visi Zsolt nyitja majd meg ezt az évfolyamot. A mai adásban, adásunk végén, stúdió vendégünk lesz Keresztesi József, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság titkára, illetve dr. Kemecsi Lajos, és velük beszélgetünk majd erről az évadról, illetve erről az induló tanévről. A Tatai Kulturális és Tudományos Szövetség programajánlata következik most. 12-én csütörtökön 18 órától Erdélyi Séták címmel a Déli Kárpátok ban történik majd ez a diaporámás erdélyi séta, dr. Farkas György kolozsvári utazó tart előadást. A helyszín a Magyari Zoltán Művelődési Központ központi előadó Magyari Zoltán Művelődési Központ előadó terme. Gyalogtúra is lesz a hétvégén, ez már 14-én lesz szombaton. Dr. Nemes Lajos botanikus professzor vezetésével a Gerecsében túrázhatnak majd, és a Felnerjak a Kulturális Egyesület, a FUK és a Megalódus szervezi. 14-én szombaton délután 3 órakor a Csillafon Bőzelláger idősek otthonának megáldására kerül majd sor a Vasút utcában, ahol az új idősek napközi otthonát adják majd át. Szintén szombaton 14 órától ifjú Palkó József szobrászművész kiállításának megnyitójának részesei lehetnek mindazok, akik a Hilton szállóba mennek majd, a Szent Márton Kamarakórus szervezésében, a Tatai Szent Márton Kamarakórus közreműködésével lesz ifjú Palkó József szobrászművész kiállítás megnyitója. Holnap 15 órától a Magyari Zoltán Művelődési Központban folytatódik az Idősek Világnapi alkalmából a Városi Nyugdíjas Klub ünnepi műsorral köszönti a 80 éveseket, tehát ez az Idősek Világnapja alkalmából történik majd. 11-én 17 órakor az Utunk az Európai Unióba sorozat is folytatódik. A környezet tisztelete nélkül nincs út Európába. Ez az előadás címe. Az előadó pedig dr. Sopovné, dr. Bachmann Katalin, környezeti szakjogász, bírósági elnök. Mesejátékra is várják a gyerekeket a héten a Művelődési Házban, a cím Létramesék. A Gyermekszínház a Ciróka Báb Színházzal együtt adja elő, az időpont pedig október 12-e, 9 óra, fél 11 és délután 14 óra. Országos éremgyűjtő találkozóra is van egy meghívónk, amelynek helyszíne a helyőrségi klub. A rendezvény fővédnöke dr. Paskai László bíboros prímás érsek lesz, és október 14-én szombaton 8 órától kezdődik a 10. országos éremgyűjtő találkozó. Itt természetesen lesz, ahogy szokott lenni, éremcsere, kiállítás a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold szervezett numizmatikai emlékeiből, és dr. Morzsányi Éva, a Vörös Kereszt országos főtitkára nyitja majd meg a 10. országos éremgyűjtő találkozót. Mindezt kínáljuk tehát önöknek a hétre, azt hiszem, hogy nagyon gazdag a program, már csak azt kell eldönteniük, hogy kivel vesznek részt ezeken a programokon. A következőkben pedig tematikus magazinjainkat ajánlom figyelmünkbe. Elsőként a Helyi Érték magazint, amelyben az Eszterházi család emlékét őrző új állandó kiállításra kalauzoljuk el önöket. Utána pedig a Paragrafus következik majd. Gróf Eszterházi József 1682-ben pápán született. A nagyműveltségű, széles látókörű gróf, aki közjogi méltóságát tekintve országbírói rangban állt, tagja volt a hétszemélyes táblának, amely a korabeli ítélkezés legmagasabb bírói fóruma. Tagja volt a magyarországi közigazgatásban legmagasabb szintet jelentő helytartó tanácsnak is.
1727-ben megvásárolta a tatai birtokot. Tata sorsa jó kézbe került. Eszterházy József határozott tervekkel, jó szakemberekkel, no és persze megfelelő anyagi háttérrel egy virágzó uradalmi központ alapjait teremtette meg. A tatai várban az Eszterházy család emlékét őrző új állandó kiállításon elsőként az ő portréjával találkozik a látogató. A múzeumnak nagyon jelentős az Eszterházy családdal kapcsolatos anyaga. Az Eszterházy uradalmi irattárnak a tatagesztesi uradalomra, illetve főként az 1870 után önállósodott tataira vonatkozó része, itt a tatai várban volt elhelyezve a család birtoklása alatt, és ebből az iratanyagból a törzsanyag a háborús eseményeket követően a Magyarországos Levéltár családi szekciójába került. Tehát nagyon szépen maradt meg, jól kutatható uradalom történeti szempontból is, de a 70-es években egy töredéke bekerült ide a múzeumba, tehát itt is őrzünk belőle gazdasági jellegű anyagokat. A 18. századdal indul a bár második emeletének egy kis előtéri részében az anyag, az uradalmi iratanyagból villantunk fel képeket, kezdve az úriszéki jelenetektől a különféle gazdasági számadásokig, tisztiszéki beszámolókig, uradalmi irattárból itt maradt térképekig, amik a birtok elkülönözést és megosztást mutatják az uradalom, majd később 1848 után a volt jobbágysága között. Mi az, amit érdemes megfigyelni az iratanyagokon? Olyat választottunk ki, aminek bizonyos részei a laikusok számára is olvashatóak, tehát érdemes böngészni és bogarászni. Például a térképnél, ahol feltüntetik adott Tata környéki területnek a birtokosait, ott vissza lehet keresgélni esetleg, hogy volt-e a családból már akkor valakinek itt földje az uradalomba, de unikum az a jelenet, amit feltehetőleg az egyik írnok vagy kancellista rajzolt üres óráiban egy tisztiszéki jegyzőkönyvnek a borítóján. Én más uradalmi iratanyagban ilyennel még nem találkoztam. Az instanciákat beadó uradalmi jobbágyok és azokat átvevő uradalmi tisztségviselők jelenete található az egyik belső borítólapon. A birtokvásárló Eszterházy József festménye talán az egyik legszebb portrénk. Mellette elhelyeztük, mint egy kis ékszer a fiának, akinek nem voltak gyermekei, és a portréját, ugyancsak Eszterházy Józsefnek hívták, kevésbé jelentős formátumú egyéniség volt, mint az édesapja, és velük szemben látható annak az Eszterházy Miklósnak, az egyik unoköcsnek a képe, akikre a birtokok szálltak, és aki a tatai Eszterházy grófi ágnak és a megalapítójának tekinthető. Ezen kívül a piarista gyűjteményből néhány bútor tesz érdekesebbé még ezt a kis előtéri jelenetet. És itt található az a csodálatos hófehér antikoszlopra emlékeztető díszkályha, amely valamikor az Eszterházy kastély valamelyik szobáját melegítette. A 18. század vége felé készülhetett a klasszicizáló, az antik építészet elemeit felhasználó kályha, amely fűtőtest és gyönyörű bútordarab is egyben. Ezek a kályhák egészen a 20. század elejéig szolgálták az Eszterházy családot. Akkor a kastélyban lebontották őket, és kandallókat építettek a helyükbe. A várnak is van kandallós terme. Itt, most, a 19. századi városi és uradalmi életet tükröző emlékanyag látható. Igaz, most a kiállítás első ütemében a városunkban élénken pezsgő polgári élet történeti dokumentumai még tárlókiányában nincsenek jelen. De az Eszterházy család mozgalmas társadalmi életét tükröző tárlat már élvezetes képet nyújt. Az egésznek az alaphangulatát talán a Hári Gyula féle Tatai Anzix című kép adja meg, ami Tata alaprajza mellett közli a jelentősebb épületeknek külső és belső jeleneteit, a belsők mellett számos olyan interiőr részletet is, amelyeknek az anyaga már nem maradt fent számunkra a mai napig, de ha megnézzük például itt a vár udvarában az udvarbíróháznak az ábrázolását, láthatjuk, hogy hol állt valaha az a bizonyos 12 alakos istenoszlop, ami most a vár udvarán áll, legalábbis addig, amíg kőtárba nem tudjuk tenni, meg nem nyílik a kőtári részünk, és ott védettséget nem kap. Tehát ez minden olyan részletet és jelenetet felvillant, ami jelentős volt a korabeli Tatán.
A tematikus egységeknél pedig két részt emeltünk ki. Az itteni állandó kőszínházból fennmaradt anyagot, ezt először láthatja a közönség kiállításon, és a tatai angol lovas kolóniának a fennmaradt anyagát. Igazi, szép darab a biliárdasztal. Igen, 1890-ben egyenesen Londonból szállították ide, amint látható a tartozékait is restauráltattuk, és ismét láthatók, hiszen a biliárdasztal már volt kiállításban, de nem ennyi tartozékkal, és látható mellette az angol biliárd szabályzat is, valamint az a két fotó, ami a korabeli szobaberendezést mutatja két szögből felvéve, ahol valaha ez a biliárdasztal állott. Mindnyájan tudjuk, hogy az 1820-as évektől Széchenyi Istvánnak és körének a törekvése volt az angol lovak magyarországi tenyésztése. Nem véletlenül gondolt ő a lóversenyre sem, nagyon is beleillik az ő koncepciójába, hiszen olyan társadalmi és társasági eseményt jelentett, ahol a kaszinóhoz hasonlóan találkozhatott egymással a magyar szellemi, gazdasági, politikai elit, tehát véleménycserére, találkozásra, együttgondolkodásra alkalmas események voltak a lóversenyek, és persze gazdasági haszna is volt a lóállománynak a javításával. Persze ebből nem maradhatott ki az Esterházy család sem. Ha megnézzük például a Széchenyi által 1830-ban alapított állattenyésztő társaság aláírói íveit, amelyből maradtak fent eredeti példányok, a család több tagja, mint aláíró és támogató szerepel ezen a korai iraton is. Ebből a társaságból alakult később a híres OMGE, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, annak elődjének tekinthető. Tehát nyilván a család is angol lovakat tenyészt, és ahhoz ugye angol trénerek és zsokék kellenek. Itt Tatán valóságos kolónia alakul ki, amint a városban ez jól ismert, külön temetőjükkel, külön megtartott és őrzött életstílusokkal, amihez például egy ilyen szoba és berendezése a biliárddal is tartozott, de ha itt vagyunk a várba, akkor azt is meg kell említenünk, hogy valamikor a rabok kápolnájának az udvarbíróház mellé épített kápolna is néhány évtizedig, mint anglikán kápolna működött, tehát az anglikán egyház is jelen volt a rövid ideig is városunkban. A társasági élethez szorosan hozzátartozott a vadászat is. Vadban pedig Tata és környéke mindig is rendkívül gazdag volt. A rendszeres falkavadászatokra minden jelentős személyiség kapott meghívót. S hogy ez a festmény tatai vadászatot örökít meg, arra egyértelmű bizonyíték a készülődő vadászok mögötti táj. Kirajzolódik az öreg tó, partján a várral, a jellegzetes tóparti malomépületek, például a Pötörke malomépületével. Igaz, hogy hibás helyen, a tóvárosi részen jelezve, de itt látható a nagy templom is, mint egy bizonyítékául, hogy a vadászat helyszíne Tata. A kép közvetlen hátterében jól felismerhetően ott a lovarda épülete is. Ez a vadászat tehát a remeteségből indult. A képet Wilhelm Richter bécsi udvari festő készítette 1879-ben. A bécsi festő Esterházy megrendelése több falka vadászatot is megörökített. Ezen a képen a híres lovas és vadász Esterházy Miklós Ferenc vendégeivel együtt indulásra kész. A falka vadászat is, mint szórakozás, szintén angol eredetű. A kép azonban nem csupán az eseményt mutatja, hanem portrék sorozata. Az alakok mind-mind az Esterházy család számára fontos személyek voltak. A kép érdekessége a bal oldalon magasodó erődítményszerű palánk, ami talán egy kőkerítés lehetett, s a mai gimnázium területén volt látható. Valószínűleg a piaristák kertjének kerítését látjuk. Szintén a bécsi festő alkotása a másik vadászatot megjelenítő kép, amelynek azonban már nem Tata a helyszíne. Mindkét festmény az Esterházy kastély valamelyik úri szobáját díszíthette. Szintén az úri szobákban büszkélkedtek a díjnyertes lovak festett képeivel is. A lósport motívumai azonban még finom kecses tárgyakon is megjelentek, mint például ezen a kávéscsészén, amelyhez hasonló csak a Nemzeti Múzeumban található. Ez a csészécske azonban, mint egy eddig még elő nem került készlet darabja, biztosan Tatán készült a Fischer gyárban. Bizonyíték erre az alján lévő jelzés. A kemény cserép kávés csésze tulajdonképpen nem nagy érték, izgalmassá dekorációja teszi. Az inda és virágdíszek között egy száguldó lovas figurája látható.
A társasági élet fontos szintere volt még a kőszínház is, amelyből mára csupán a berendezés töredéke és néhány színlap maradt. Két zsőjét tudunk bemutatni, a külső és a belső fotóján kívül a színháznak. Ez is úgy maradt fenn, hiszen ezt a család bontatta le, ezt a színházat. Sajnos talán nem egészen indokolt módon, hiszen magát az épületet az a híres cég építette, ami a budapesti Vígszínházat, vagy Kásbadnak, Kárlovi Varinak a színházát is, egy bécsi Fellner és Helmer építész nevével fémjelzett cég, és a lebontása után az épületnek a berendezését, anyagait a piarista gyűjteménynek adták át részben, ami megmaradt, így őrződött meg ez a két zsője is. A tárlóban látható finoman megmunkált szép tárgyak pedig mind a társasági és a színházi élet tartozékai voltak. Tipikusan színházi kellék például a gyöngyház borítású látcső. Ezek a tárgyak ma már mind ritkaság számba mennek. Például a fekete selyemből és csipkéből készült legyező. Ezt valaha egy fekete díszruhához, estei ruhához viselték, amely az 1800-as évek végén tulajdonképpen az úgynevezett magyar gyász tartozéka volt. A magyar női díszviselet, az elegáns fekete ruha az 1848-as forradalom leverése miatt érzett nemzeti gyászt szimbolizálta. Különleges darab az a kisméretű tarsoly, amelyet fémszálas hímzés díszít. Valamikor kék vagy zöld színű bársonyból készülhetett. A női erszény is a díszmagyar viseletet egészítette ki. Megcsodálható a tárlókban gazdagon díszített két kis tárca, ami szintén női kiegészítő, névjegykártyagyűjtő lehetett. Az egyik porcelánból készült, amelyre egy bájos kis rokokó jelenetet festettek. A másik tárca anyaga teknőcé, amelyet ezüst intarzia díszít. Közepén kőberakással állítottak össze egy kis virágcsokrot. Az ékszeres dobozka, amely nyomott papírból készült, tatai cégjelzést visel magán. Deichsender tatai órás és ékszerész üzletéből vásárolták talán azt a karperecet, amelyet ebbe a dobozkába csomagoltak. Az Eszterházy család emlékét őrző kiállítás a várban, s nem a kastélyban, a család otthonában található. Adódik a kérdés, vajon magát a várat használták-e az Eszterházy család tagjai? Erre részletes kutatások még tudtommal nem voltak, de az egyéb kutatások során nagyon sok adat került elő erről is. A 18. században, amikor megveszik a várat, egy nagyon korai uradalmi prefektus által írt beszámolóban, tehát egy 1127-esben megemlíti, hogy a várba be se lehet menni, mert majd a hidat meg kell csinálni, tehát nem véletlen nyilván, hogy 1155-ben aztán Fellnerrel elkészítették az új bejárót is a várhoz, és amíg a nagykastély nem épült fel, addig viszont szó volt néhány utalásképpen arról, hogy ha a család X tagja jön Tatára, akkor a prefektus a várba fűtessen be néhány szobát, tehát egyszer-kétszer aludtak is itt addig nyilván, hosszabb, uzamosabb tartózkodásról nincs tudomásunk. Néhány szobába tudjuk, hogy terményeket őriznek, gyümölcsöktől kezdve gabonafélékig, uradalmi hivatalok is működnek a várba, ezek a legkülönfélebb gazdaságirányító hivatalokat jelentik. Aztán a későbbiekben, a 19. században a levéltárat már említettem, hogy itt helyezték el, több helységet is elfoglalt ez itt a várban, voltak itt bizonyos gyűjteményeik is, hát ezek inkább a főúri családokra jellemző raritás gyűjtemények, tehát ritkasági gyűjtemények, vagy olyan bútorok, amelyekhez valami jelentősebb esemény fűződik, például X jelentős személy aludt benne, és akkor azt az ágyat megőrizték, de lószerszám gyűjtemény, fegyver gyűjtemény szintén helyet kapott itt a várban. Tulajdonképpen az Eszterházyak emlékét őrző állandó kiállításhoz tartozik a kastélytér parkja. A természetes állandó kiállítás fáinak telepítését a kastély építésével egy időben kezdték el, s gyarapították az azt következő időszakban is folyamatosan. A park egyik értékes ékessége a kaliforniai mamutfenyőnek egy úgynevezett csecsemő példánya. Noha ez is olyan 210-220 év körüli, tehát egyidős lehet a
parkba telepített öreg növényekkel, de ez a maga nemében rendkívül fiatal, bár egyik legnagyobb példánya Magyarország területén, ugyanis néhány példány van még arborétumokban, a legszebb, a legöregebb példány Szarvason sajnos kipusztult, az már elég tekintélyes volt, és korban is elég szép időt megért, de alig van néhány példány az országban, két tenyerünk ujjain meg tudnánk számolni. Ez a növény Kaliforniában él, óriási területen, természetvédelmi területen, külön emiatt védték le az erdőt. 4000 éves példányok vannak belőle, és 100 méter fölöttiek. Érdekes, ennek a hatalmas méretű fának icipici toboza van, alig 2 cm hozzá képest, a magja még kisebb, tehát az ember elképzelni, hogy egy ilyen giganthoz megfelelő utódok illenének, és nem egészen kicsi növények. Érdekes az ág szerkezete, érdemes külön megnézni. Köszöntöm a Paragrafus nézőit. Ma este alapvetően 3 témát ajánlanék szíves figyelmükbe. Először közlekedés biztonságról esik majd szó, ezt követően felderített bűnügyről számolunk be, amely mesébe illő, majd hogy nem lomtalanításba illő, és az adás végén pedig tanúságos bűnügyekről számol be nekünk dr. Olá Tibor, büntetőbíró. Ez az a berendezés, amely sokunk életét megkeseríti, vagy éppen megmenti a gyorsan száguldók elől. Ez egy olyan beruházás volt, ami példaértékű, és azt hiszem, hogy javára szolgál majd a közlekedésünknek, illetve a közlekedési morálnak. Az autópálya használati díj bevezetésével lényegesen megnőtt a város átmenő forgalma. Ezzel párhuzamosan nőtt a közlekedési szabálysértések száma is, ezen belül is főleg a gyorshajtásoké. A korábbi gyakorlatnak megfelelően egy hónapban egy alkalommal kaptuk meg a sebességmérő készüléket, és értékelve a kialakult helyzetet, úgy döntöttünk, hogy ez kevés ahhoz, hogy a város közlekedés biztonságát minimálisan szinten tudjuk tartani. Elképzelésünket a megyei főkapitányság vezetése is támogatta, azonban anyagiakban nem tudta biztosítani a teljes összeget. Ezután kerestük meg Tataváros önkormányzatát, így a sebességmérő készüléket fele-fele arányban a város önkormányzata, illetve a megyei főkapitányság várta. Mennyibe került a beruházás? Több mint 5 millió forint. Ez azt jelenti, hogy ezt az 5 milliót ki kell, hogy termelje a berendezés? Értem a kérdést. Nem azt jelenti. Sosem volt cél a büntetés, az eszköz. Mit tud az új berendezés? Mint ismertes, a város múlt két hete megkapta a Fáma Lézer 3-as mérőműszert, ami nem csak sebességmérésre alkalmas, ez teljes mértékben alkalmas a közúti kereszteződések figyelésére, vasúti átjárók figyelésére, tiltott helyen való áthaladás, valamint a sebesség pontos rögzítésére, valamint egyéb szabálysértések rögzítésére, balesetek helyszínén, a videós felvételek rögzítésére, hanggal és képpel egyaránt. Kétséget kizáron megalapítható ott a helyszínen a szabálysértés elkövetése, ami bemutatható a helyszínen, illetve a szabálysértés eljárás során. A régi készülékeknél az volt a gond, hogy az eljárás követően csak később kaptuk meg a fényképfelvételeket, amiről már vitatható volt, az állampolgár vitatta az által elkövetett szabálysértést. Mennyire pontos a műszer? A műszer pontossága 100 kilométerenként 1 kilométer, plusz-minusz eltérés lehet csak. És milyen messziről lehet pontosan bemérni a közlekedő gépjárművet? A készülék mérési távolsága 1800 méterről rögzíti az érkező vagy elhaladó járművet egészen a megállításig.
Mint hallhatták, ez a műszer kegyetlen, nem ismer barátot, nem ismer rokont, ismerőst. A rendőr mindenkit kénytelen megbüntetni, aki vét a közlekedési szabályok ellen. Ebből az is adódik, hogy a törvény szigora egyformán érvényes mindannyiunkra. Váltsunk témát, mégpedig foglalkozunk egy kicsit felderített bűnügyekkel. Mögöttem egy hatalmas rakás látható, ez semmi más, mint a városi lomtalanítás. Tavaly is volt lomtalanítás, és egy ilyen lomtalanítás kapcsán kerültek elő furcsa bizonyítékok. A történet az 1999. szeptember közepére nyúlik vissza, ekkor ugyanis itt Tatán a városban lomtalanítás volt. Az emberek a nem használatos dolgaikat kitették az utcára, és várták, hogy a teherautó elvigye. Ekkor történt az, hogy egy tatai lakos a limlomok között keresgélve egy nagyméretű fekete sportáskát talált. A táskát kivette a limlomok közül, belenézett, és csodálkozva azt tapasztalta, hogy a táska teli van személyigazolványokkal, vezetői engedélyekkel, adó- és TB-kártyákkal. Ezen kívül a táskába talált még személyigazolványképeket és mindenféle cégeknek a bélyegzőit, illetve cégek hivatalos papírjait, mindenféle KFT-k és BT-k szerepeltek közöttük. Ezt a táskát megtalálván bejött ide a kapitányságra, és mint talált tárgyat adta le. Ez önmagában is bátor cselekedetnek számít, állítom, hogy 100 emberből 90-en mondjuk visszahúzzák a cipzát és ott hagyják. Nagy valószínűséggel ez így történik, ez az állampolgár ez fogta és behozta ezt a táskát ide a kapitányságra. Azokat az embereket kerítettük elő, akiknek az adatai szerepeltek a személyigazolványban. Ezeket az embereket tanúként hallgattuk ki, és elmondták, hogy gépkocsi feltörések, rablások és egyéb bűncselekmények, sérelmükre elkövetett bűncselekmények során kerültek ki birtokukból ezek az okmányok. Tulajdonképpen ezek az igazolványok nem tatai, illetve Komárom megyei származású illetőké voltak, hanem az ország minden pontjáról. És ilyenkor mind a százat, vagy mind a több százat végig leellenőrizték? Így igaz, hát körülbelül 250 tanúkihallgatást kellett az ügyben foganatosítani, így első körben, és ezek alapján derült fény arra, hogy itt nem csupán egy sima közokirathamisításról van szó, hanem ettől komolyabb bűncselekmények elkövetéséről. Mint például? Csalásokat követtek el ezekkel a meghamisított igazolványokkal, több nagy cégnek a sérelmére. És azon nem gondolkodtak el, hogy vajon miért dobták ki egy batyúba az egészet? Hát ez a nyomozás során sajnos talány maradt mindvégig, erre nem derült fény. Nem tudjuk, hogy miért kerülhettek az utcára ezek az iratok. De hát feltételezésünk szerint ez valakinek meleg lehetett ez a táska. Nem akarta tovább ezeket a tárgyi bizonyítási eszközöket magánál tartani, hiszen megbukott volna velük. És mikor a nyomozás olyan stádiumába ért, akkor kiderült, hogy hogyan került a tára? Vannak az ügynek tatai vonatkozásai, és végül is így kerültek ide. Az egyik gyanúsított az itt Tatán és Tata környékén lakott néhány évig, és gondoljuk, hogy az ő révén kerülhetett ide. Múlt időben beszélünk, ez azt jelenti, hogy végül sikeres volt a nyomozás. Mire vezetett? Igen, a nyomozása sikeres lett. Az ügyben hét gyanúsított került kihallgatásra, ők kerültek végül is látókörbe. Mindösszesen az egyéves nyomozás alatt 178 rendbeli bűncselekmény elkövetését tudtuk realizálni az ügyben. Ezek jó részt közokirathamisítások és csalások. Itt sértettek voltak a ismert telefonszolgáltató cégek, mobil cégek, ezen kívül bankok sérelmére áruvásárlási hiteleket vettek fel a hamis iratok felhasználásával, és az áruvásárlási hitelekkel pedig műszaki cikkeket vásároltak. És ebből származott a több millió forintot elérő hasznuk az elkövetőknek. A felderített bűnügyek sorsa az ügyészség, majd azt követi a bíróság. Halljunk tehát egy-két olyan bűnügyet, amelynek tanulsága is van. Először egy olyan bűnesetről esik majd szó, amely városunkban először jelentkezik, majd a későbbiekben arról beszélgetünk, hogy milyen hatása van egy bírói ítéletnek, illetve a törvény erejének van-e visszafogó ereje. Az utóbbi időben egy teljesen új bűncselekmény kategóriával találkoztunk itt Tatán, ami a röviden annyi, hogy külföldön valaki megvásárol egy használt gépkocsit, amelynek bizonyos részeit egy általa ismeretlen személy ugyancsak megvásárolt, ezáltal a gépkocsi egybe marad, de ő a vámnál úgy kezelteti le, mint egy roncsot, így szállítja be autómentővel. A senki nem nézi meg a határon, hogy az autóban akkor van motor, első futómű, csak a kocsi szekrényt vizsgálják, ami a számlán szerepel. A nagy tömegű vám eljárások alatt elkerülheti a vámosok figyelmét, ez az gyakorlati tapasztalat. Az autó beérkezik Magyarországra, teljesen üzemképes állapotban, saját lábára gördül a trélerről,
rögtön bekerül egy szervizbe, ahol összepofozzák ezt az autót, rendbe teszik, és nagy értéken értékesíti az a személy, aki ezt a gépjárművet külföldről behozta. Most ennek a lényege csupán az, hogy ő az általa fizetett vételár alapján kiállított számla mértékéig fizeti ki a vámköltséget, ugyanakkor ezt lényegesen magasabb haszonnal értékesíti belföldi piacon, és ezáltal elvonja a vámkezelés alól ezt a vám árut, és borzasztó plusz jövedelemre lehet ezáltal szert tenni. Ez ennek a rövid lényege. Nekünk pedig az a tanulság, hogy legyünk éberek, amikor használt autót vásárolunk, még ha autókereskedőtől tesszük, akkor is. Pontosan, ugyanis az autókereskedőknél sem 100%-osan biztos az, hogy az az alvásszám, az a motorszám éppenséggel a gyárból regüldülő gépkocsának a számait tartalmazza. Ma már a rendőrségnek rendkívül okos módszerei vannak ennek az azonosítására, de ez még mindig elég hosszú időt vesz igénybe, és ezek a problémák felvetődnek, felmerülnek. Na most rendkívül kellemetlen helyzetbe kerül egy olyan magyar állampolgár, akinek egy ilyen tisztázatlan tulajdoni háttérrendű gépkocsiját egyszer csak le fogják foglalni, holott ő minden becsületesen tett meg a piaci szabályok szerint. Ez a fő tanulság végül. Milyen tendenciák mutatkoznak az utóbbi időben a bűnözésben, illetve a büntetés végrehajtással kapcsolatos tevékenységben? Az utóbbi időben sajnálatos módon megemelkedett a erőszakos bűncselekmények a száma. Itt főleg, ami a büntetőjognak a súlyosabb kategóriáiba is tartozik, tehát a rablás és az emberi testi épség elleni támadások elszaporodottsága. Ami a legközelmúltabb időben fejeződött be itt a városunkban, csak példálozó jelleggel, érthetetlen, hogy egy börtönből, egy 8 éves fegyházbüntetésből most szabadult férfi két héten belül miért kerül nagyon komoly összetűzésbe a családjával, édesapjával, nagybátyával, anyósával, és miért kell őket ugyanúgy bántalmazni, mint amiért korábban elítélték, úgyhogy szilánkos csomtöréssel, állkapott csomtöréssel lesz a nagybátyának, aki ez maradandó fogyatékosságot jelent, ami azt jelenti, hogy egész életére nyomorékká vált, vagy pedig az édesapjának miért kell szétrúgni az állkapcsát a lakásba csak egy vért vagy valós szóváltásból eredő sérelem következtében, vagy például mert a mennyasszonyával összetűzésbe kerül, akkor miért kell az anyósát a közterületen úgy megrugdosni világos nappal, hogy eltűn az orcsontja. Tehát itt ebből a tanulság csupán az, véleményem szerint, hogy a büntetések a kellő visszatartó erőt még ezek után sem biztos, hogy elérik. Ugyan ezt szeretném hangsúlyozni az utóbbi időben elszabadott rablások vonatkozásában is, amikor ezelőtt két évvel egy fiatal, akkor még 19 éves tanuló testvérével kirabolt egy élelmiszerüzletet késsel, és ezt követően a bíróság azért, hogy a iskolai tanulmányait be tudja fejezni, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a súlyos büntetési tétel ellenére. Na most ez a férfi most a tanulmánya befejezése előtt ismételten barátaival rablást követett el, több ember sérelmére követte el, egyszerűen csak azért, mert azon az estén úgy döntöttek, hogy nekik balhét kell csinálni. Itt a sértetti kör az a 14 évesektől a 50 éves korig terjedt. Itt viszont azt látom tanulságként, hogy ez a korábban felfüggesztett börtönbüntetés, amelyben a bíróság humánusan próbált eljárni, nem érte lesz a nevelőhatást, és ezt az embert most ismételten el kellett ítélni, és azt a korábbi büntetésének a végrehajtását is el kellett rendelni. Büntetőbíróként hogyan látja, hogyha szigorodnának a törvényi előírások, illetve a büntetések mértéke, akkor az hatna visszafogó erővel? Véleményem szerint igen. Tehát a BTK módosítása gyakorlatilag még véleményem szerint most sem érte el azt a célt, amely olyan visszatartó erőt jelentene a bűnelkövetők részére, amely valóban elgondolkoztatná őket abban az irányban, hogy érdemes-e megismételni. Tehát a bűnismétlésnek a veszélyét lehetne esetleg csökkenteni. Kétségtelen tény, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés dacára annak, hogy a köztudatban ugyebár az általánosul, hogy mindenki szeretné, főleg a jelenlegi közbiztonsági helyzetet figyelembe véve is ugye a halálbüntetés visszaállítását, amely több szempontból természetesen lehetséges, de az életfogytig tartó szabadságvesztés adott esetben
az, és ha az szó szerint a nyelv grammatikai értelmében is azzá válik, akkor annak igazán kell visszatartóinak lenni, mert azért nem tudja senki ilyen esetben, hogy meddig marad börtönben, ugyebár addig, amíg él. Köszönöm, hogy velünk tartották, a paragrafus legközelebb egy hónap múlva jelentkezik, akkor is a rendőrség, a tűzoltóság, a bíróság és az ügyészség munkájáról. Tematikus magazinjaink közül a Portréban olyan emberekkel beszélgetünk, akik munkájukkal, életükkel, személyiségükkel méltán ébresztenek tiszteletet bennünk. Soltész István tanár úrról lesz szó. Különleges volt az alkalom, amiért zenekedvelő tatai közönség találkozott pénteken este egy családi ház barátságos összejövetelekre alkalmas pincéjében. Soltész István tanár úr és diákjai adtak koncertet, barokkoncertet. S hogy miért volt különleges? Mert azon túl, hogy egymásnak zenéltek, köszöntötték, búcsúztatták Soltész Istvánt. A tanár urat, akinek a zenetanításban töltött évtizedei összeforrottak elválaszthatatlanul Tatával, a tatai zeneiskola történetével. Az estet tulajdonképpen a diákok szervezték dr. Nagy Erzsébet és Frankó Mátyás segítségével. És a kis helyiség megtelt tisztelőkkel, új és régi tanítványokkal, akik az ország minden részéből hazajöttek, hogy köszöntsék tanárukat, akinek révén megismerték és megszerették nem csupán a hangszerüket, hanem megtanulták azt az egyetemes nyelvet, amely szavak nélkül a lehető legárnyaltabban fogalmazza meg az érzelmeket, és amely szavak nélkül mindenki számára érthető. 1963. október 5-én, pont tegnap volt, 37 éve, hogy először Tatára érkeztem, egyik kollégámmal, aki ide hívott, csak akkor nem volt ilyen gyönyörű napsütés, napos idő, mint tegnap is, meg ma is. Olyan köd volt, hogy amikor lementünk a tópartra, hogy megmutassa, hogy milyen gyönyörű ez a Tata, mondom, még a vizet se lehetett látni. Miért választotta Tatát? Hát akkor még utolsó éves főiskolás voltam, és minket még úgy vettek fel a főiskolára, hogy alá kellett írni a felvételi előtt, hogy ha végzünk, akkor 2 évet vidéken töltünk, mert ugye tanár hiány volt akkoriban. És egy Baranyai Karcsi osztálytársam, aki már itt tanított Tatán 1 éve a zenei általánosba, hegedűt, ő mondta, hogy van egy hely, és jöjjek ide. És ezt nem is bántam meg, mert elég hosszú időre aztán végül is itt maradtam, nem 2 évig, ameddig kellett volna, bár voltak mellette más elfoglaltságaim is különböző zenekarokban. Hát emlékszem, hogy akkor még a vasútállomáson ilyen pótkocsis autóbusszal kellett felszállni, és annak is az utolsó ülésére ültünk, mert ott rázott a legjobban, mert olyan göröngyös volt még az út, az a bekötő út, ami onnan kivezetett. És aztán akkor a Vaszari iskola mellett, nem tudom milyen intézmény volt az a Agostyáni úton, ott működött a művelődési osztály, és oda vitt engem a kollégám, és Körmendi Géza, aki ugye később a gimnázium igazgatója lett, ő volt az első tatai, akivel végül is én itten találkoztam, és hát itt kaptam Tatán a tanári kinevezésemet. De Pesten lakott, Pesten élt tanárra is. Persze, onnan jártam, igen, ide. Soha nem fordult meg a fejébe, hogy ide költözzenek? Hát, előfordult, hogy gondolkodtunk rajta, de aztán végül is egyéb elfoglaltságok, aztán végül is úgy, egyéb elfoglaltságok miatt aztán végül is úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy ott maradunk, mert hát én különböző zenekarokban dolgoztam egész a legutóbbi időkig, kezdve a rádiózenekartól, a budapesti MÁV szimfonikusoktól, és aztán végül a Magyar Állami Operaházban hegedültem. És ez, de amellett ez a tatai tanításom, ez végig megmaradt. Hát kezdetben ugye a zenetagozatos általános iskolába folyt a zenetanítás, ahol Baranyi Józsi bácsi, ugye Bózsi, mindenki által Bózsinak hívott Jóska intézte a zenei ügyeket. Akkor még ugye Rokosz Józsi bácsi volt az igazgató. A fiatal zenetanár milyen tervekkel jött Tatára?
Hát itt már nagyon jó elődeim voltak, mert itt tanított Gál Károly, aki később aztán a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak lett a koncertmestere, és a Miskolci Zenetanárképző Főiskolának a tanára. Úgyhogy ilyen elődök voltak, aztán Nagy László, akivel aztán Hallében találkoztam, amikor 70-ben vagy 69-ben kijutottam a zenekarra, ott volt koncertmester, tehát ő is itt tanított előttem. Egy nagyon jó légkör volt a zenetagozaton. Az összes kollega, hát ugye akkor sokan voltak fiatalok, akkor egész más ugye még a légkör egy iskolába, főleg, hogyha együtt kezdenek el dolgozni. És aztán sokakkal a barátság, Mihácsi Kálmánékkal, aztán a későbbiekben is megmaradt. Már azért akkor már volt zenei élet a Bozsi jó voltából, nem csak kórus élet volt, hanem már az elődöm Gál Károly is szervezett itt a zenetanuló gyerekekből zenekart. Így kezdtem el én tulajdonképpen 1967-ben az első zenekart csinálni, még a zenet általánosnak a keretén belül, és azóta is aztán, miután a zeneiskola megnyílt, itten tovább folytattam ezt. Épp számoltam ugye, hogy akkor most már 33 éve, hogy itten vonózenekar működik a városban. Szép hangja volt, és gyönyörű csengő hangon énekelt, azon kívül más hatás engem nem ért gyerekkorommal. Édesapám matematika fizika tanár volt az egyetemen, műszakin. Hát tulajdonképpen ő volt az oka, hogy én elkezdtem hegedülni, mert egy tanítványa egyszer beállított egy hegedűtokkal. Én 6 éves voltam, és megkérdeztem, hogy mi van benne. Aztán kinyitotta, megmutatta, akkor hallottam először azt a szót, hogy hegedű. Ugye a háború után nem, hogy magnó, meg lemezjátszó, vagy tévé, de még rádiónk se volt, hogy ilyesmi információ érhetett volna. Na és akkor addig nyúztam szüleimet, mert meg is hagyta, hogy pengessem azt a hegedűt, és aztán addig nyúztam szüleimet, amíg aztán beirattak a zeneiskolába. És hál' Istennek, hát az első 2 év elég zűrösen telt el, mert hát hiába volt kiváló hegedű, szintén az operában hegedült az a tanár, aki engem kezdett tanítani, de hát ugye a tanításod azért pedagógiai érzék is kell. Hát aztán 2 év után átkerültem későbbi tanáromhoz, aki végül is 12 évig tanított egész a főiskoláig, és neki köszönhetem tulajdonképpen, hogy én hegedűs lettem. Én is olyan voltam, mint más gyerek, én is jobban szerettem rúgni a labdát az utcán, ugye földszintes házban laktunk, és egy gyakoroltam, és akkor láttam, hogy a haverok kint szaladgálnak az utcán, meg labdáznak, hát én is szívesebben mentem, és nekem is bizony voltak olyan periódusaim még, hát főleg alsó tagozatban, amikor szívesen abba hagytam volna hegedülést, csak hát szüleim ugye következetesek voltak, én akartam elkezdeni, hát akkor be kell azt fejezni. Az, hogy a tanár úr több zenekarban is játszott, az azért sok-sokféle zenei kirándulásra tett alkalmat, idézőjelben kirándulásra. Sok műfajt is kipróbált. Hát igen, sokan azt hiszik, hogy a komoly zenész az élete az unalmas, pedig ugye mindenfajta műfajban, sőt, emlékszem még gimnáziumban, még népszínműben, még úgynevezett cigány zenét is játszottam, hát mégpedig nem is akárkivel, mert aztán később a Banyák Nándor, akivel akkor muzsikáltam, az a 100-tagú cigány zenekarnak a prímása lett. Aztán láttam pár évvel ezelőtt, mikor alakult a zenekar, hogy ott muzsikál.
Hát persze ahhoz a fajta muzsikához, ahhoz születni kell, szóval azt megtanulni nem lehet. Hát aztán játszottam nagyon sok táncdalfesztiválon, 60-as évek végén, 70-es elején, amikor ezek a mai hírességek, a Konzsuzsa, a Kovács Kati, aztán ki még a Korda, Kós János indultak a pályán. Hogy használták a nagy zenekarokat, a könnyű zenét? Hát végén ez úgy volt, hogy ugye volt a Stúdió 11, és aztán hozzá ugye a Fényes Szabolcs, mert ezek kiváló, Bágya András, ezek kiváló könnyű zeneszerzők voltak, és írtak vonós kíséretet is, és ezeket aztán a szimfonikus zenekar művészei adták. 60-as években, amikor még ugye le volt a határ hermetikusan zárva, zenekaraimmal bejárhattam egész Európát, olyan tájakra, városokba eljutottam, ahol saját erőmből soha el nem tudtam volna jutni, egészen az északi tengertől Szicíliáig. És a másik az, hogy az általam hihetetlennek tűnt, hogy én a berlini operában hegedülhetem, vagy a bécsi, híres bécsi operaházban, Nápolyban, Svájcban, Bázelban például, Olaszországban, egy egész csomó operában végig muzsikáltunk, egész le Szicíliáig, Palermóig. Hát aztán a másik fantasztikus dolog volt, hogy ugye én a külvárosi születésű, mert Pesten területen születtem, Budapesten, ami ugye Budapest peremkerülete, hogy az én a külvárosi születési szegény pedagógus gyerek, ugye olyan világnagyságokkal találkozhattam, ami álmodozni mertem csak. Híres karmesterekkel, hangszeres szólistákkal, világ leghíresebb énekeseivel. És aztán nagyon neves fesztiválokon játszhattam. Szóval ez mindez olyan fantasztikus volt nekem, hogy sokszor nem is akartam elhinni, hogy mindez velem történik. Na most az, hogy én tanítottam is, meg zenekarban is játszottam, ez valahogy nagyon jól kiegészítette egymást, mert azért az, hogy én zenekari munkát végeztem, és ezekkel a nagyszerű emberekkel találkoztam, akik ha már nagy muzsikusok voltak, de nagyon kiváló pedagógusok is, mert azért egy zenekar elé állni, ugye 100 ember elé, azért akárkinek nem lehet, akinek szót is fogadnak, a felnőttek is, és nagyon sokat profitáltam én abból, amit aztán a gyerekeknek igyekeztem továbbadni, hát szakmailag is, meg hát az egész hozzáállásban is. És a gyerekektől pedig azt kaptam, hogy ugye én láttam, hogy milyen érzés az, hogy ott áll az ember a gyerekek előtt, a zenekar előtt, és nem figyelnek, meg beszélgetnek, aztán olyan hatással volt rám, hogy én mindig fegyelmezettem, viselkedtem a zenekari próbákon. Thank you.
tatai években mi az, amire nagyon szívesen emlékszik? Hát, ami végig kísért a egész tatai pályafutásom alatt, azok a karácsonyi hangversenyek voltak. Ami utóbbi két évvel ezelőtt aztán abban maradt. Hát ez nagyon megható és szép pillanatok voltak ezeken a koncerteken. És hát jellemző, hogy azok a gyerekek, akik ezeken részt vettek, azt hiszem, hogy 4 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt megszervezték, hogy csinálnak egy nosztalgia zenekart, és kérték, hogy hadd jöjjenek próbálni. És október, november, december, minden péntek este itt voltak az ország minden tájáról, Győrből, Székesfehérvárról, Kerepestarcsáról, Pácsról, Budapestről, és hát persze a tataiak. És ez nagyon szép, megható dolog volt. Az utólag ott derült ki, hát én lehet, hogy sokan nem is hitték el, de én ott tudtam meg, hogy tulajdonképpen mire ment ki ez a játék, hogy engem akartak megköszönteni, mert úgy tudták, hogy 30 éve vagyok én Tatán. Hát ez egy nagyon szép emlékem maradt. Aztán van még egy, ami 91-ben történt, az 50. születésnapon, mert általában mindig akkor szoktak lenni a koncertek, és akkor eljátszhattam egy csodálatos zeneművet, a Vivaldi Hámor négyhegedűs koncertet a saját gyerekeim közreműködésével és a tanítványaimmal, akik hozzám jártak hegedülni, nagybőgőzni, csellózni, kamarazenélni. Úgyhogy az is egy nagyon szép emlék volt. Hát aztán nagyon megható volt számomra, hogy meghívtak a zenei általános 40. évfordulójának a koncertjére, amit a gimnázium sportcsarnokában tartottak. Még Szokolai Sándor is volt, egy kicsit izgultam is, hogy előtte kell brácsáznom. De aztán a tőle megszokott közvetlenséggel a szünetben megkeresett, és oda jött gratulálni, és nagyon meghatottam ettől. És hát még volt egy pár sikerünk is. Hát nekem mindig egy kicsit... Szóval nem volt elég önbizalmam, az az igazság, hogy jobban tudtam volna ezt a zenekart propagálni másfelé. Én sose éreztem úgy, hogy olyan nagyszerűek vagyunk. Hát aztán ugye 2 évvel ezelőtt kint voltunk, egész véletlenül kikerültünk Belgiumba, a Nerpelti Nemzetközi Zenei Fesztiválra, és ott kiemelt első díjat kaptunk. Nagyon emlékezetes az a koncert, amit a Szent László megemlékezés alkalmából tartottak. A Templi József nagyváradi püspök volt itt a kapucinus templomban, és előtte egy órás koncertet tartottunk. Zsúfolásig volt a kapucinus templom, és Templi József utána 4 órán keresztül azt méltatta, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ezek a gyerekek nem mással foglalkoznak, hanem itt muzsikálnak egy ilyen szép zeneműveket. Úgyhogy, ja, és még most volt épp a 25 éve, hogy a Zenei Világnapot ünnepeltük, ugye, akkor kezdődött el 75-ben ez, és ennek nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok ezért a doktornőnek, hogy aki kezelt engem, hogy segített, hogy még ezt a 25. világnapi koncertet megcsináljam. Nagyon szépen sikerült, úgy érzem. Hát tulajdonképpen a zene nem 100, nem 200, hanem 1000%-ban kitöltötte az életemet. Az már csak aztán ugye még egy ráadás volt, hogy végül is az egész családom muzsikus lett, sőt a vejeim is mint ismert és elismert muzsikusok. Tanár úr most nem fejezi be végleg a munkát? Hát remélem, hogy nem. Hát orvosok azt tanácsolták, hogy pihennem kell, úgyhogy még a nyugdíj idejét még nem tölthetem. A nyugdíjig lévő időt nem tölthetem még ilyen itten munkával. De azért remélem, hogy hát persze a kapcsolat Tatával nem szakad meg, mert hát, hogy mondjam, a Tata az én számomra a világ egyik közepe volt. Szóval az érzelmi neveléshez feltétlenül szükség van a zenének. Mert hogyha megnézzük a régi görögöket, hogy mit tartottak fontosnak, amit én is az mindig mondtam a zenei pályát választó gyerekeimnek is, hogy a zenén kívül a sport volt, ugye a görögöknek a
Ugye a klasszikus gimnázium. Igen. Szóval azon kívül, hogy tanulni kell ugye bizonyos dolgokat, azért a lelki meg a testi fejlődés is fontos azért. Ugye, amit a zene, a művészet, most teljesen mindegy, hogy a zenének hívom, vagy képzőművészetnek, de a művészetekkel való foglalkozás, az nagyon fontos. És szerzetes mondta, hogy tulajdonképpen az ember életének az a célja, hogy a többi ember szolgálja. És azt hiszem, hogy a pedagógusnak ezt 1000%-osan így kell tekinteni. És ugye meséltem ugye a gyerekeknek is, hogy az egyik tanárom, amikor főiskolára fölvetek, a következő intelmet írta be a ajándékba adott könyvébe. És ez a következő volt, hogy soha se feledkezz meg arról, hogy hangszereddel nem csak megélhetésedet biztosítod majd, hanem azzal segítesz embereket nemesebbé formálni. És én mindig igyekeztem ezt szem előtt tartani. Programfüzetet, illetve programlapot tartok a kezemben, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság ezévi programját, ennek az évfolyamnak a programját. A megnyitója tulajdonképpen ennek az évadnak holnap lesz, 16 órakor a Vár lovaktermében, és aki megnyitja az évfolyamot, Visi Zsolt helyettes államtitkár a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumából, akiket pedig a stúdióban köszöntök, jó estét kívánok, Keresztesi József, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság titkára, illetve dr. Kemecsi Lajos, aki a szakmai munka összeállításában segítkezett. Ennek az évnek a mottója, illetve tartalmi összefoglalója, őshazától a honfoglalásig. Ez kifejezetten a millenniumra állították össze? Igen, hogyha kezdhetem én, a megkeresés valószínűleg ezért is érte a múzeumot, hiszen ez a millennium évében a rendezvények között egy kiemelkedő értékű programsorozat, és a korábbi évek tematikájától egy eltérő, egy változó megközelítése ennek a témának. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy beleilleszkedik-e, van egy olyan folytonosság a tematikában, hogy évről évre épülnek az anyagok egymásra? Ez jelenleg legalábbis nem jellemző, inkább egy-egy év folyamot, illetve a tanévet próbálunk valamilyen koncepció, valamilyen témakör köré, inkább talán ez pontosabb, ez a kifejezés, szervezni. És miután az elmúlt időszakban, és hát idén is a 1000 éves magyar államiság 1000 éves évfordulója, a kereszténység 2000 éves évfordulója, és mondjam, csak naponta találkozunk ezzel a kérdéssel, vagy a hozzájuk kapcsolódó kérdéssel, és ezért gondoltuk, nem most, hanem már talán 2 éve, hogy nekünk is, a népfőiskolának is hát valamilyen módon kapcsolódni kell ehhez a évfordulós eseményhez, a magunk módján természetesen. Mit jelent tulajdonképpen a népfőiskola? Hol van a helye a főiskolák sorában? Nagyon nehéz kérdés, mert hát egy kicsit talán érdemes visszamenni az időbe. A népfőiskola egy különleges találmány, ha szabad kicsit ezt a szót itt használni, hiszen körülbelül 150 évvel ezelőtt Dániában Grundtvig püspök azért indította útjára a népfőiskolát,
mert akkor a dán parasztembereknek és a dán társadalom átalakulásából adódóan olyan ismeretekre volt szüksége, amivel nem rendelkeztek. Tehát ez volt az indítás, és később, amikor Magyarországon is hát meghonosodott a népfőiskola, elsősorban ez volt a funkciója. De nyilván ma Dániában is más a népfőiskola szerepe, és nálunk is más, hiszen ennek még, hogy mondjam, történelmi szempontból is több oka van, hiszen a két háború között elég jelentős, hogy mondom, módon elterjedt a népfőiskola, és hát a tatai népfőiskola, ami hát muszáj ugye ezt hangsúlyozni, hogy Tatán is volt népfőiskola a 40-es években, és akik akkor elkezdték a népfőiskolának a múltját, a történetét feldolgozni, egy kis kiadvány is született dr. Kálmán Attila és Kocsis Lászlóné munkája egyébként. Azért is nagyon fontos ezt hangsúlyozni, mert igaz, hogy az én szakmám a közművelődéshez, felnőtt neveléshez kapcsolódik, de a hivatalos, hogy mondjam, oktatás keretében keveset tanultunk. Én igazából akkor figyeltem föl rá, amikor itt a kollégák, hát, hogy mondjam, hírül adták, és közzétették azt, hogy mi volt itt Tatán, milyen nagyszerű dolgokat hát folytattak Magyari Zoltán segítségével, támogatásával, Kis Istvánnal, aki volt szerencsém személyesen is ismerni, Benda Kálmán közreműködésével, aki a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke is volt egy ideig, halálát megelőzően. Tehát nagyon jó nevek, hogy így fogalmazzak, vettek részt a régi tatai népfőiskola munkájába. Mire készít fel a népfőiskola? Például ez az évad. Mire készít fel? Hát ezek az előadások, mint itt is elhangzott, egy konkrét témát járnak körbe, mégpedig szándékaink szerint igen széles spektrumban. Azt is mondhatjuk idegen szó, hogy interdisziplináris megközelítésben, tehát több tudományszak szakembereit kértük fel, a magyarság őstörténetének a kutatóit, hogy a legfrissebb ismereteket közérthető, megközelíthető és érthető formában juttassák el a népfőiskola látogatóihoz, tanulóihoz, résztvevőihez. Ez a több tudomány a régészet mellett a történettudomány, és természetesen a néprajz, mint saját szakterületem, de azért ezt mondtam utoljára. Szerepel itt a nyelvészet is. A nyelvészet is, de a nyelvészet is inkább történettudományi megközelítésben, mint az írásos kútfők, mint történeti forrásokként való alkalmazásában, illetve a rovásírás, mint különös kultúrtörténeti érdekesség megközelítésében. Ez is, mint történeti probléma jelenik itt meg. Ki jelentkezzen erre az évadra? Ki hát, én úgy gondolom, hogy ezt sem életkorhoz igazából nem kell kötni, sem foglalkozáshoz, sem korábbi iskolai végzettséghez. Úgy gondolom, hogy mindenki számára nyújthat olyan hasznos értékeket, amit ez az év és ez a kitüntetett alkalom csak egyre fontosabbá tehet. Mi lesz a következő esztendő programja? Nagyon nehéz ezt megmondani. Utaltam rá talán, hogy a népfőiskolák nem... Hogy is mondjam csak, szóval nem főhivatású intézmények, ami több mindent jelent, nincs főállású ember, nincs épület, stb. Tehát ebből az következik. Egyrészt, hogy pályázunk, és ha támogatást sikerül nyerni, illetve fordítva, hogy megjelennek bizonyos témák, és abból válogatunk. Természetesen igyekszünk olyat, ami a népfőiskola által megfogalmazott már, mint az egyesület, hiszen a mi népfőiskolánk egy szabályos egyesület, és a vezetőség és hát a tagság igényei szerint is természetesen ezt igyekszünk alakítani, hogy példát mondjak, az elmúlt két évben környezet és természetvédelmi témák voltak mind a két évben, részben azért, mert az első évben nem sikerült befejezni a programot, nagy volt az érdeklődés iránta, és ezért folytattuk a második évbe is, és hát hogy a jövő mi lesz, van egy pályázatunk most is környezetvédelmi témában, hogyha erre kapunk támogatást, akkor ez lesz a következő feladat, ami hát előttünk áll. Mennyire népszerű Tatán és a Tata vonzás körzetében ez a népfőiskola? Én azt a tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy népszerű.